Balatonon vagyunk jelen pillanatban, ez pedig itt a Living Dream Projectnek a standja, akik hát fotózással foglalkozunk elsősorban, illetve cosplay-el, mint ahogy itt látszik mögöttem. Én magam Galaxina vagyok, a vezetője, kapitánya az egésznek, és ebben a cosplayben éppen Arit személyesítem meg, aki a League of Legends játéknak az egyik karaktere. Mi vagyunk a Gyűrűk Ura Jelmezes Klub. Én most egy nemes tünde páncélba öltöztem. Ez a másodkori nemes tündéknek volt a csata felszerelésük. A sisak az egy műgyantából készült üvegszálas műgyanta öntvény. A pajzs is, a páncél az fém, de vannak bőrrészei is, úgyhogy ebben rengeteg munkám van. Kibum szájkó, odorú hitu nemi, ureru. Az, amit használok ugye a falkak tartásához, az a szekrényemben volt benne. Abból lebontottam a díszítést, ami rajta volt. Az összes falkat én magam vartam meg, tömtem ki tömőanyaggal, tehát a plüssmacikba való a lehető legkönnyebb tömés, és még így is nagy súlya van ennek a sok faloknak. Az összes kiegészítőt, tehát ezt a váldiszt is, és ezt a névtáblát is én magam csináltam még a héten. Aki idejön, azt profi minőségben le tudjuk fotózni, vakuszettel, mindennel együtt. Ezeket a képeket a későbbiekben meg is kaphatják majd. De valamilyen konkrét mesefigurának vagy öltözve? Nem, ez teljesen originál, tehát ez a stílus miatt van, ez nagyon tetszik, úgyhogy így megalkottam magamnak. Így jöttél a metrón is? Nem, most öltöztem át itt kint. A mostani menetrendünk az, hogy Miharu, akinek most van egy cosplayes simogató ideje, nagyon sokan jönnek ide hozzá, hogy közös képet kérjenek tőle, ajándékot adjanak át, aláírást kérjenek, vagy bármilyen dolog. Ez egy létező Harley Quinn jelmez. Még régebben, így a régi rajzfilmben jelent meg ebben a verzióban, és így gondoltam, hát kényelmes, könnyen tudok benne mozogni, ezért elkészítettem így a ilyen zsúfoltabb rendezvényekre. Rengeteg konon voltam már ebben az évben, és így mondtam, na jó, én inkább most pihenek, és így igen, úgymond eljöttem civilben. Mostában külföldön szoktam főként rendezvényekre járni, zsűrizek, vagy nem tudom, így megjelenek, így fotózkodom az emberekkel, így van egy külön pultom, ahova így odajöhetnek az emberek, csak hogy odajönnek, hogy szia, tetszik a jelmezed, lefotózhatok, és akkor így kialakul egy ilyen beszélgetés közöttünk. Ó, várjál! Képet csinálhatok veled?